23. alkalommal rendezték meg a Vállalkozók Napja ünnepséget pénteken Budapesten, a MÜPA-ban. Az eseményen Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke a szervezet jövőjéről beszélt. Az elmúlt 15 évben soha nem volt ennyire nehéz iránymutatást adni a jövőre, fogalmazott Eppel János. Az elnök felszólalásában felidézte, a Covid időszak után a háború kitörésével a helyzet gyökeresen megváltozott. A negatív folyamatok mára alapvetően határozzák meg az európai gazdaságok működését. Az elnök a jövőre 35. jubileumát ünneplő VOSZ-ról elmondta, a szervezet 20-25 éve következetesen építkezik, olyan értékeket létrehozva, amelyek megalapozzák küldetésük, a magyar vállalkozások segítésének teljesítését. A hagyományos tevékenységünk, ami legismertebb, ez az érdekképviselet, érdekvédelem. Ezt régóta csináljuk, és ez a nem látványos dolgok egyike, de nagyobb szakmaiságra azt jelenti, hogy elemzésekkel, szakértők bevonásával proaktívan igyekszünk a problémákat kezelni. Ezt tudjuk javítani jövőben is. A másik terület a szolgáltatások. Itt a Széchenyi Kártya program az, ami 50%-ban a VOSZ-é, és a VOSZ-szal aktívan alakítja a KAVOSZ ZRT-t. Ez a leglátványosabb, legkézzelfoghatóbb, hiszen 20 év alatt 600 000 ügyfélhez jutott el ez a hitel valamilyen formában, többi 4000 milliárd. A múlt évben is egy sikerévet könyvelhettünk el kedvezményes feltételekkel, garanciával és alacsonyabb kamattal, állami támogatással tudnak a vállalkozások hozzájutni. Tehát az új, amiről én beszéltem, az pedig vállalkozásfejlesztés, azt a tudást, tapasztalatot, ami felhalmozódott a VOSZ munkatársaiban, vezető testületeiben, és azt a forrást, amit a Széchenyi kártyával szereztünk, anyagi forrásra gondolok, ezeket egy vállalkozásfejlesztési rendszerben, ebben lesz kockázati tőke alap, ebben lesz akadémia, ebben lesz szakmai tanácsadás, átvilágítás, export lehetőségek, piackutatás, marketing tanácsadás, üzleti tervek elkészítése, kiemelt témák mellett az exportképesség, a zöld gazdaság, a fiatalok bevonása a vállalkozói létbe, a pénzügyi tudatosság felkészültség javítása, nagyjából ezek az a fő szempontok, amivel mi szeretnénk segíteni a vállalkozásokat. Eppel János úgy látja, a bölcstanás most az, hogy nehéz körülmények között együtt kell működnünk. Az eseményen a kormány képviseletében felszólalt Varga Mihály pénzügyminiszter, kiemelte, az elmúlt bő évtizedben a magyar gazdaság két olyan válságot is, mint a 2008-2009-es krízis, valamint a Covid világjárvány megerősödve vészelt át. Ennek a kulcsát pedig egy olyan gazdaságpolitika adta, amelynek alapja az, hogy megnézzük, milyen tartalékokkal rendelkezünk, fogalmazott a pénzügyminiszter. Varga Mihály beszélt a stabilitás, a vállalkozásbarát gazdaságpolitika fontosságáról is. Tapasztalatokból indulunk ki mi is, két válságot sikeresen tudtunk kezelni, és most úgy megyünk bele egy harmadikba, hogy még nagyon nehéz fölmérni azt, hogy igazából mi is vár ránk, milyen mélysége lesz ennek a háború és szankciók okozta helyzetnek. Amiből tudunk táplálkozni, az a magyar vállalkozók talpra esettsége, hiszen a foglalkoztatás alapvetően neki köszönhető. Kis és középvállalkozások adják a munkahelyek több mint kétharmadát. 4,7 millió ember dolgozik, a munkanélküliség alacsony, tehát ez egy jó jel a reálgazdaságból. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A harmadik terület egy jó befektetési környezet, ahol érdemes újra hasznosítani a tőkét és befektetni. Nem csak a hazaiak, hanem a külföldiek is nagy arányban választják Magyarországot olyan lokációnak, ahol beruháznak, befektetnek. És talán egyediknek oda tehetem azt is, hogy van egy politikai stabilitás az országban. Az elmúlt években, évtizedekben minden kormány kitöltötte a saját maga ciklusát, és úgy navigálta, úgy irányította az országot, hogy az lehetőség szerint befektető és vállalkozásbarát is legyen. A miniszter elmondta, 4,7 millió embernek van munkája, a munkanélküliség a legjobb öt között van az Európai Unióban. Most a munkahelyek megtartására kell koncentrálni. Ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a Kamarával, a Széchenyi Kártya programot koordináló KAVOSZ-szal. A Vállalkozók Napja rendezvényen idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket elérő vállalkozókat. Az év vállalkozója díjat 22-en vehették át, Bács-Kiskun megyéből Bogdánovics Dóra Beatrix, a Rózruhaipari és Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója kapott kitüntetést.
Számunkra nagyon megtisztelő, ugye a családi vállalkozás, édesanyámmal hoztuk, vagy édesanyám hozta létre, én átvettem az irányítást, és valójában ez számunkra egy visszajelzés, hogy az az irány, amerre mi tartunk, az egy jó irány, úgyhogy mi nagyon köszönjük szépen. A Magyar Gazdaságért díjat 4 vették át, 3 részesültek a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjban.